kedves vendégeinket. Tárkos, Babázas, Paticsfalú, Pazsindérhede templom, a népi építészet, igen becses vendégeinket. Hírnevei különböző kezekből származó, mégis egységesnek tűnő belső terének köszönheti. A templomra utaló első féljegyzés az 1200-as esztendőt jegyzi. Hát 1700-ban kicsike volt a távoli templom. Itt egy jókor a parasztház. Eddig a pavászul, addig a pavászik, ami itt látható. Majd 1766-ban napkelet fele bűvítették Pálulán a várkát. A napnyugati rész kétszérbűvű. 1784-ben olvasható a mennyezeten a gazettáról, és majd 1808-ban a két bűvítés közt épülhetett a bejárati előcsornak a címtere. Az egyhajós templom népi építészete berendezése egységesen egészként gyönyörködtetik a szemét. A döngölt agy a padlózat felett, ami a napnyugati részben látható, kazettás deszka mennyezet, mint a kétszerűsű magasságban lebeg. A templom ablakon napkeletre délre nyílő. Ez világítja a templom egész belső terét, szinte reggeltől estig abba nyílő. Mivel a templom fából, agyagosságból készül, mondhatjuk a tárkosi mezitlábos Notre-Dame, vagy pedig a naptemplom. Hát ezt a mezitlábos jelzőt nem mi ragasztottuk a templomra, de örökültük az ősök. De nagyon rájönik a tárkosi templomra jelző. Hát ezért kicsázva, amikor a kicsike templom épült, majd bővült napkelet fele, bővült napnyugat fele, de mindig ugyanabból az építőanyagból építették, amiből megkezdték. Hát kérdés az, hogy miből kezdték meg. Hát a válasz rövid. Amit maga körül tanált az ember. Mit tanálhatott ki? Mocsaras, agyagos, erdős területe. Így az erdőből az emberek vesszőt szedtek, sövényt vontak. Beáztatták az agyagos földet, amíg megszoktak ki a törekké példával, és ezt a törekes agyagos földet mezitlábtaposták. Na, innen emelhetett a mezitlábos jelző a templomra. És a mezitlábtapos is kárul, vetették a vályok téglát, amikor ez megszáradt, építették belőle házakat. Mai napig így építenék a házakat, ha vályokat vették. De én kedves vendégeimnek a templom bemutatását favázasként kezdtem. A favázakat előre a tartó pillérek is előre készültek, megszedték a veszőt is. Majd a tartó pillérek oszlopait belevésték a favázba, és vastag tőgyfa szegekkel összeszerkeztették. Az egész templom, a címtere, a harangtorony, mind tőgyfa szegekkel összeszerkeztek. Utoljára hagytam a veszőt, amit összeépontak a tartó pillérek oszlopai közé, és két oldalról ezzel a szöveges sárral tapasztották. Ez pedig a Paticsfalmi. Itt tetszenek látni, hogy a Paticsfalmi az a tárkosi templom Európába eredül. A kazettákat erdélyi származó asztalosok készítették, 58 kazettát számolunk a templomba, kettő nincs benne egyforma. A kazetták készítőjének szakmai tudására bizonysága szószék. Hát a szószék nem Európába egyedüli a világon. A szószék kősziklára építetett, azaz elhasznált malomkőre. Lándor Ferenc pedig alapra festette a díszítéseket, a bibliai vers szövegei. A gazdagon faragott festett felirásos hangvető korona, melyről Ézsaiás próféta 58. részének az első versét olvasva. Kiállt stérres torunkor, negyen szűnjél, mint trombita emélkérte szavukat, és mondd meg az én értemnek az őtünökért. Feliratott 1766-ban, 30. júniusban, hétfői napon. Az ülésrend a templomban református rendszerint, a férfiak a napkeleti részbe ülnek, a nők a napnyugati részbe. Mivel az asszonyok pasztora a napnyugati részben látható, így paragtatott a turulmadár 1767-ben az Erzsébet külső támlájára, akit Nemes Budai Imre uram paragtatott a saját családja részére,
tehát az asszonyok tiszteletére. Hát a legenda Emese álmától a magyarok születésére is emlékeztet bennünket. Meg kell még említenem nemes, nemzetes, vitézlő, dancsére faragott fedeleszékét, a hármasszőket, melyet saját költségével csináltatott 1767-ben. De ez a nemes, nemzetes úr nem a saját családja részére csináltatta a széket, a mindenkor szolgálatot tevő lelkész családja ő e mai napig a székbe. Hát ebbe a székbe, akiben én honolok most a legtöbbet, abban az időben a református kántortanító és a diktáló széke. A diktáló elődiktált a zsoltárokat, a dicséreteket, a kántortanító kezdte az ilyeneket. A szék külső tábláján az életpályát láthatjuk. A bejáratnál is látható, hogy nagyon szép életű az Erzsébet külső tábláján. Hát ami székeket itt a hajó belső részben tetszenek látni, beleért a napkeleti részben látható székeket is, ezek mind 1767-es készítésűek, amit abban az időben községünknek a bírhatósabb emberei készítették. Hát a jobbmondú emberek. Hát ki a saját családja részére, ki pedig az egyházat támogatva van. Minden széknek a külsejére fél van jegyezve, ki csináltatta, hogy csinálta. A templom műemlék, de nem múzeum, élő gyülekezet, saját lélkészünk van, aki itt él köztünk a községben, Hetepei Jécseny Szolgálat Ákosi gyülekezeten kívül. Hát ennek a templomnak van egyik értestvére is, aki ugyanez a Lándor Ferenc Finát ugyanazon esztendőben, igaz, hogy a tákosi templomban Lándor Ferenc csak a napkeleti részben látható kazettákat készítette. A napnyugati részben látható kazettákat is erdélybű származó asztalosok készítették, hát ezek nem jegyezték fel a nevüket, csak az esztendőt. 1784-1808. Lándor Ferenc pedig már 1766-ban, amikor az első kazettát felrakta, igen szép szöveget írt félre. Gondolva azt, hogy nem fog bűvül a templom napnyugat fele, marad csak a napkeleti rész, majd napnyugat felől emelik a haramtornyot. Hát emeljetek napnyugat felől haramtornyot. 100 évig is. De a kicsike templomnak volt külön harangtorony emélve. Majd a kazetták nyomán eljutunk oda is. Lándor Ferenc írása pedig megmaradt. Ezt írt a pér. Én, asztalos, Lándor Ferenc csináltam a Jóisten segedelmától 1766-ban, 30-án júniusban. Barát Mihály egyházviságával. De ezért nem elégedett meg, hogy felírta a szöveget. Egy gyanút is írt a kazettába. Hát, ha mégis valaki valami oknál fogva nem tudná elolvasni, mit írtam, ide következtetett. Gyanú, hát asztalos mester volt. Lehetett büszke mesterségére gyönyörű dolgot. Fel is jegyezte mind a két templom kazettáinak készítési esztendejét, tárgoson a korona kazetta egyikért. Erre pedig ezt írt. Anno 1766-ban, 30-án júniusban, Ikrekavában. Hát az ablakok napkeletre, délre nyílnak. A fény a mennyezetet körbejárva, a 12 állati égői csillagjegy megtekinthetők a napjárása szerint. Hát még egy kazettát szeretnék elmondani kedves vendégeimnek, amit Lándor Ferenc abban az időben igen nagy szeretettel jegyezhette fél, következő korona kazettára, hogy is értünk a tákosi templom. Erre pedig ezt írta. Az tákosi, nemes reformáta, Szent Eklézsia érintette, egyenlő akaratból az közönséges Eklézsia pénzéül, Isten segedelme által. Hát 1766-ban Lándor Ferenc nem felékezett el az akkori prédikátornak a nevét is, hogy feljegyezze. Ez pedig a hangvetőkoron a versejéből olvashatjuk. Tiszteletes Békán Nagy János Uram prédikátorságába építetett 1766-ban, 30-án júniusban. Hát az ikertestvértemplom pedig kiri szóltam Kárpátalján, Csetfalvártanál. Hát a Csetfalvi templomnak a fala nem beszélünk a tákosinak.
Hát ott már abban az időben is követkövön tanáltak az emberek a templom kívülében. De ami az ikreknél gyakran egybe szokott esni, úgy esett a 2001-es áldiz. Mind a két Lándor Ferenc által építetett református templomot megrongáltak. A Csetfalvit is, a Tákosit is. Hát a Tákosit és a Bános atyait. Aki magyar területen rongálódott meg két templom, a magyar villamosművek hozattatták rendbe a tákosi 2001. október 31-ére, a reformáció ünnepére át is lett adva a gyülekezetnek. Hát megemlíthető ennek a kedves úrnak a nevekinek indítatása által a két templom rendbehozatala megtörtént, abban az időben a magyar villamosművek elnök vezérigazgatója volt. Hát a neve pedig olvasható a kérdbe az emlékművön, Katona Kálmán élők nem maradt el a Csetfalvi templom rendbehozatala se a Tákosi után, az pedig a holland református gyülekezetek szetemes összeget gyűjtve, szeretettér Kárpát aljára hozva, a Csetfalvi templom rendbehozatalára ajánlva. Hát a templom napnyugati külső végfala mögött Pazsindeje felett harapkodott. Az eredeti 1754-ben mérték. Ez a második világháborúban igen megrongálódott, majd 1963-ban átvette a műemlék felügyelőség az egész épületet, az 1754-es emelési haramtornyot pedig lebontotta. De ez a haramtorony sem volt hozzáépítve a templomhoz, mint a most látható nincs hozzáépítve, de ez nem is lehetett, mert ennek a kicsike templomnak a háta mögötti részében volt. A most látható, ugyancsak Pazsindeyér felett harangtornyot fényképek alapján rekonstruálták. Az Országos Műemlék Felügyelőség 1982-től 1987-ig emeltette újjá a harangtornyot. Hát ebben az újjá emelési harangtornyba pedig beleépítetett az 1754-es emelési és lebontású harangtoronyból összes oszlopok, a pavának, a partópillére, amit lehetett, mindent beleépítette. Hát mondhatjuk azt, hogy a tákosi harangtoronyban a Matuzsálemkori anyagok igen jól megférnek a mai kornak az anyagaiból. Hát ezt a harangtornyot pedig úgy nevezik, hogy szoknyás és kalapos. Alul a szoknya, felül a kalap, rajta a bomb, felette a kakas, legfelül a csillag, ez pedig a reformátusok szimbóliuma. Hát a harang is megrepett a sóborhoz. A harangot pedig 1954-ben a Tákosi Egyházközség tagjai egyenlő akaratból öntették újjá. A harangot őrbottyán idős Gombos Lajos öntötte. Hát a múlt esztendejében még mondhattam, hogy ilyen ez a kedves úr, de sajnos már nem. A család viszi tovább ezt a szép mesterséget, nevezetesen ifjú Gombos Lajos, önti a szépen szóló harangokat. Hát ez a Gombos Lajos most, mi pedig büszkék lehetünk az ilyen emberekre. Mert nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte kérik és igénylik a Gombos család által öntött szépen szóló harangokat. Hát most puszkára önt harangot ez a Gombos Lajos, hát a Jóisten adjon neki sok erőt, egészséget, hogy mely sok szépen szóló harangot öntsön a világon. Hát nagyon szépen köszönöm a meghallgatást. Hát köszönjük. Nagyon szívesen. Mit akarok kérdezni? Hol volt a harmónia, aki a kántottan is volt, amit játszott? Hát nem volt harmónia. Nem. Csak azért volt diktálon. Aha. Még most a temetésen még mindig diktálon. Igen. Meg a kántor, van is jól volt. Igen. Az én apám kántor, tanító volt. És a másik kérdés, hogy miért van az arató koszorú? Azért, mert amikor még kézzel arattak az emberek, már akkor is kötötték ezt a koszorút, és úgy igyekezték az aratást befejezni, István király ünnepével legyen összehozva, a korona. Igen. És akkor megkötötték ezt a koszorút, és összehívták a polvokat. Úgy, mint a jeles napokra hívják most az embereket, és ebben a kuszakoszorú a félvonultra hide a templomba.
és itt a mindenkori lelkész megállott. De nem azt mondta, hogy hálát adjuk mindenható Isten, hogy a Buzánzat akarjuk. Az élet itt van a templomban. Ja, a koszorúban pedig a színek a munkások tevékenységét szimbolizálják. Hát a piros megint csak az élet. Igen. Az ég színkék a marikszerűgó. A négytorba is belekövetették, hogy kékpántik van a karcsú deregán. Jaj, de szépen, jaj, de gyöngyörű, hajlik a maruk után. A rózsaszín pedig a kérvét kötötte. De a kérvét nem gömbelyűre kellett kötni, hanem szegletesre. Hogyha a keresztbe beleraksják át, akkor ki ne boruljuk. Ketté fehér van, az pedig viszódó gyermekek voltak, akik hordták a vizet, az aratóknak a mezőre. Cserep korsóval. Vállokra vették a egy botont, két cserep korsót, és úgy hozták ki a vizet a mezőre. Ott, amikor a mezőre pedig kihozták, beleválták a fölüket, hogy benne melegedjen. És délre hoztak pedig kis vizet. És ezek a gyermekek egész aratáson felett megintlák a falóba, ott játszottak, ott böngészek. És mire elérték ők is azt a fogat, hogy arattaknak. Minden csinja mindjárt jártam vissza. Minden jó. Én is köszönöm. Hozzá tudunk valamivel járni. Két felétőjük, 300 forint. 300 forint. Hányan vagyunk? Összesen vagy? Ahányan vagyunk? Ahányan vagyunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagyunk. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Én nem ismerem még nagyon jól a pénz dolgokat. Hát itt van. Meg van? Jó. Hát itt van még ide. Köszönjük szépen, igazán nagyon, nagyon intelligens és nagyon jó. Sokáig vagy ilyen bemutatott tartsanázatot. Jó egészséget kívánok! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Köszönjük! Viszontlátásra!